Micsoda lányok, vörög a szoknya, ez igazi álom. Táncol a parkett, ahova lépnek, indul a party, ha oda érnek. Újra dübörög a sárga taxi, elkészült egy új klip, mit kell erről tudni? 2012-ben lesz tulajdonképpen 15 éves a Sárga Taxi zenekar, és ezt megelőzően készítettünk idén egy új lemezt. Ennek az új lemeznek egyszerűen talán már beszélgettünk is róla egy reggeli műsorban, az lett a címe, hogy Csillagfény Táncklub. És hát ugye minden egyes tisztességes zenekar igyekszik az új korongokhoz, legalábbis a címadó dalhoz készíteni egy videóklipet, és mi tisztességes zenekarnak tartjuk magunkat, és ezért hát kevés pénzből, kevés idővel, de hatalmas lelkesedéssel bírva készítettünk egy új videóklipet, ennek az lett a címa Csillagfény Táncklub, ugyanúgy, ahogy a lemez címadó dalának is. A történetet figyelembe véve pedig ténylegesen arról szól, hogy ugye van egy lány, aki arról álmodik, hogy de jó lenne egy sárga taxi buliban lenni, és az egész egyszer csak hopp átvált egy ilyen nagyon a sárga taxi buliba, és minden pillanatban a lányok a főszereplők. Mi ott vagyunk, statisztálunk, én például ugye nyilván benne a tömegbe énekelek, de nem akartuk kihegyezni magunkra, mi már öregek vagyunk, pocakosak és a többi. A lányok pedig gyönyörűek, szépek, mint úgy általában, és akkor arra gondoltunk, hogy akkor legyen rájuk kihegyezve a dolog, és így alakult a klip története. De azért emellett a sárga taxi imidzséhez illeszkedik a klip, nem? Hát sőt, hát gyakorlatilag ugye igyekeztünk mind képileg, mind látványban, ruhákban, mindenben rettenetesen autentikusak lenni. Tehát képileg például már-már zavaróan, például annyira túlszíneztük az egész filmet, mint hogyha tényleg az 50-es években lenne forgatva. Hozzáidomítottuk ezt egy álomhatáshoz, ugye egy kicsit ilyen én úgy hívom, ilyen álomeffekt, tehát egy kicsit ilyen halványított az egész. De nagyon-nagyon jó képvilága lett a dolognak, és hát a ruhák, a pörgés, a hangulat, a zene, tehát minden persze, sárga taxis is, hogy. És hogyha valaki Csillagfény Táncklubba szeretne eljutni, illetve veletek szeretne ugye találkozni, akkor ezt hol teheti meg a legközelebb, vagy lesz egyébként valami premierje ennek a klipnek? Ez nagyon jó kérdés. Úgymond volt már egy premierje, az előző hónapban a Petőfi moziban csináltunk egy ilyen videóklip bemutatóval egybekötött élő zenés koncertműsort. A legtöbb helyen, ahol játszunk és van rá lehetőség, ott vetítjük is, tehát folyamatosan koncertjeink alatt ez a háttérben, vagy éppen ahogy meg lehet oldani, ez vetítésre kerül. És itt Fehérváron, ha jól emlékszem, december 17-e az, ami be van írva a következő Petőfi mozis bulinak, ahol ha lesz rá igény, akkor mindenképpen le fogjuk vetíteni ismét.